Na, hello, sziasztok! Arra gondoltam, hogy akkor meg is mutatom, hogy én hogyan szoktam elfogyasztani a Makavita kávét így esténként. A mushroomporral. Egyébként mushroompor nélkül is borzasztóan finom, mert tudom ajánlani mindenkinek, de még egyébként maradt a múlt havi adagból, bekapcsoltam, de arra gondoltam, hogy akkor megmutatom nektek, még egyébként ennyi maradt. Ilyen kis csomagokban, Hello Tibor, ilyen kis csomagokban található, meg 21 grammos kiszerelésekben, ugye, a Makavita kávé, ginzenget, ahogy mondtam, ganodermát is, és makát tartalmaz. Nekem valóban a személyes kedvenc, és nem tudok lemondani róla, és nem is igazán szeretek. Jó, én ezt szoktam, ugye, bele tenni így. Ez a délutáni kávé, vagy így esti kávé, mondhatom. Akkor megmutatom nektek, hogy a mushroomporból mennyit is szoktam beletenni. Most akkor felbontom. Igazából még ebből is van, de nem baj. Megmutatom, hogy én mennyit szoktam. Egy ilyen kis mérőkét szoktam felhasználni. Hát egy ilyen féllel. Hello, hello, sziasztok! Ezt szoktam beletenni. A mushroompor öreg és fiatal ganodermát is tartalmazza, és akkor éppen ezért, és a kedvenc bögrémbe, ugye? Így, hogyha szeretnénk úgymond egy kicsikét így benne maradni a mindennapi életünkben is, és nem kell, és nem, valóban nem kell lemondani az élvezetről. Egyébként ezt mindenki úgy hígítja, amennyire csak szeretné. Én szeretem, hogyha ezek a valódi ízek valóban érezni lehet benne. Éppen ezért én nem igazán szoktam túl sok vizet beletenni. Valóban azt szeretem ezekben a kávékban. De akkor ezt így meg is mutatom nektek. Felkapcsolom. Megfordítom, jó? Várjatok. Na, hol tudom itt megfordítani? Itt tudom megfordítani. Hogy krémes. Igazából csak, ja, amit láttok felette, nem olvadt még el bennem, még jobban, ugye, még jobban kell kevernem a mushroompor. Hello, József! Na, igazából ennyi lett volna ez a nagyon-nagyon gyors bejelentkezésem, mert hogy én azt szeretem egyébként ezekben a kávékban, ugye még egyszer megmutatom, ilyen 21 grammosban lehet meg, kiszerelésekben van benne 20 darab ezekben a kávékban. Azt szeretem benne, hogy bármikor fogyasztható, és tudsz aludni tőle, a vérnyomásodat beállítja, nem dobogtatja meg a szívedet. Nagyon-nagyon sok minden jótékony hatással bírnak ezek a gyógygombák az emberi szervezetre. És éppen ezért borzasztóan mindegy, hogy hány órakor fogyasztod ezeket a termékeket, mert nem elég, hogy finom, viszont egészségesek is ezek a termékek. Nyugodtan folytok hozzám bizalommal, kerestek meg, írjatok rám, keressétek meg a YouTube csatornámat, Catherine Gross néven elindítottam egy YouTube csatornát, meg fogjátok majd találni a Facebook oldalamat is, ugyanúgy Catherine Gross DX-en az oldalam neve, és nyugodtan írjatok rám, nem harapok, kérdeztek nyugodtan, és mindenkinek állok rendelkezésére, és elárulom mindezt a nagyon borzasztó nagy titkot, hogy hogyan lehet hozzájutni nektek is, és hogyan és miként fogjátok ti is majd élvezni ezeknek a nagyon-nagyon finom és kellemes kávéknak az ízét. Legyen csodás az estétek! Sziasztok!